Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Pityóka Fesztivál 16 féle krumplis étel készült nagymányokon. Fúvós zenekar, kiállítás, ünneplés, hagyományos búcsú az idősek otthonában Dombóváron. Perec Kalács Fesztivál és veterán gépjármű találkozó, színes programokkal várták az érdeklődőket Regőjben. 300 éve érkeztek a német telepesek Szakadátra, emléktáblát készítettek a jubileumra. A pityóka, vagy más néven burgonya, az egyik legsokoldalúbb zöldség, amit napi szinten rengeteg háztartásban használnak. Nagymányokon idén negyedik alkalommal rendezték meg a Pityóka Fesztivált, ahol 16 féle krumplis ételt készítettek el a szervezők. A pityóka, vagyis a burgonya mindig hozzáférhető volt a székelyeknél. Egyszerű ételeket könnyen, hamar el lehetett készíteni. A nagymányoki Pityóka Fesztivált idén negyedik alkalommal szervezték meg. Ezen a napon minden a krumplis ételekről szólt. Számtalan elkészítési móddal találkozhattak a településre látogatók. Úgy gondoljuk, hogy ezekre az összejövetelekre szükség van. Ez a Nagymányoki Székelykör Egyesületnek a nagy fesztiválja, a Pityóka Fesztivál, ahogy mondtam már, negyedik alkalommal. Egyre többen vagyunk, most is már 260 főre terítettünk. 10-11 csoport főzött a mai nap folyamán, úgyhogy egyre bővülünk, kezdtük egy párral, és most már egyre többen vagyunk. Úgyhogy úgy látjuk, hogy van rá igény, kereslet, egymást megismerik jobban az emberek, összehozzuk őket, ugye itt a Pakstól kezdve, Szekszárdon át, a Vaskút, tehát hogy elég messziről is érkeztek hozzánk résztvevők, és akkor ugye nem csak a helyi közösségek, hanem cserélgetik a recepteket, mindenki megtanulja, hogy ki mit főzött, ki hogy csinálta, a nagymamájától, a déditől, ki hogy hozta. A pityókás ételek készítésére számos egyesület nevezett. Nagy lelkesedéssel készültünk, többféle ételt csináltunk, hát krumpli paprikással kezdtük, de az lett a neve, hogy szekszárdi pince pörkölt más módon, mert egy kis füstölt csülökkel megbolondítottuk, és kolbászt tettünk bele, egy kicsit más lett az íze. Tócsnyit sütöttünk, meg mindenféle ilyen krumplit külön megreszelve, fűszerezve, töltve, tehát sokféle ételt, négyféle étellel pályáztunk, hát majd várjuk a eredményt. A környékben élő bukovinai székelyeket évről évre összehozza ez a fesztivál. Jó volt látni azt, hogy a főzőversenyen milyen sokan vettek részt, illetve 16 féle ételt készítettek el, úgyhogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben van. Ez is egy közösségteremtő erő, hogy most éppen a pityóka, a krumpli köré szerveződött az a mondhatjuk azt fesztivál, ami a környékben élő bukovinai székelyeket évről évre most már összefogja. Negyedik alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált itt Nagymányokon. Látjuk azt, hogy a több mint 200 ember, közel 250 ember nagyon jól érzi magát. Délután a kulturális műsor részeként a környékről érkező fellépők szórakoztatták a közönséget. A főzőversenyt végül a kisdorogi székelykör nyerte meg. Örülünk, hogy itt lehetünk a Mányokiaknak, köszönjük! Polgármestert választottak Nagymányokon vasárnap 17,5%-os részvétellel. Az egyetlen jelöltre a függetlenként induló, de a kormánypártok által támogatott Bartucz Mátéra 318-an voksoltak. A Tolna vármegyei városban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az 1834 választásra jogosult közül 321-en adták le szavazatukat, 3 érvénytelen volt. A választást azért tartották, mert a 2200 lakosú település független polgármestere Karl Béla, aki 2006 óta volt hivatalban, április 1-i hatállyal lemondott. A frissen megválasztott településvezetőnek a térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád János személyesen gratulált. Hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a szép kártya. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be hétfőn. Gulyás Gergely azt mondta, hogy augusztus 1-től december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség, és emellett azt is lehetővé teszik, hogy ebben az időszakban a munkáltatók a szép kártya keretét, amelynek maximális összege 450 ezer forint, további 200 ezer forinttal megemeljék a kedvezményes szabályoknak megfelelően. Fúvózenekar, kiállítás, díjátadás és ünneplés. Hagyományos búcsút tartottak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gondviselés Háza, Aranysziget idősek otthonában Dombováron.
A rendezvényen átadták az Alsómo családi Őszi Fény Idősek Otthona online vers és mesemondó verseny díjait is. Idei hagyományos búcsúját tartotta a Gondviselés Háza Aranysziget Idősek Otthona, mely a Jézus Szíve ünnepe. Ilyenkor évtizedek óta minden évben búcsút ünnepelnek. Közel 300 vendég érkezett az ünneplésre, mondta Horvátné Gyánó Bernadett intézményvezető. Lesz egy kis vendéglátás, természetesen egy búcsú a vendéglátás nélkül. Sütemények, sörcsapolás, jékás a fagyi nélkül, az nem búcsú. Ezzel szeretnénk vendégül látni, akik hozzánk ellátogatnak, illetve szeretnénk megköszönni a műsor keretében a lakóknak, hozzátartozóknak, dolgozóknak az önzetlen segítségét, tehát lesz egy ilyen köszönet része is a műsorunknak, és ezt követően a Dombovári Zenész Egyesület egy remek hangulatú fúvószenekari délután fog itt nekünk tartani. A Gondviselés Háza Aranysziget Idősek Otthonát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti. A nap is szentmisével kezdődött, mondta Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dél-dunántúli régiójának ügyvezetője. Kinyitjuk ezen a napon a kapuinkat, az intézményeink kapuit, és azt próbáljuk üzenni a társadalom felé, hogy az idős emberek ugyanolyan részesei a társadalomnak, mint bárki más, még akkor is, hogyha segítségre szorulnak, és emiatt egy védett környezetben kell őket ellátnunk. De ez nem azt jelenti, hogy őket be kell zárnunk, vagy ki kell zárnunk a társadalomból, hanem hogy integrálnunk kell. Egy kiállítás is megnyílt az intézmény aulájában az egyik ellátott Gelencsér Gyuláné Szili Márta alkotásaiból. Hagyományt szeretnének teremteni, a jövőben művészeket hívnának meg, ilyen módon kívánják behozni a kultúrát a Gondviselés Háza Aranysziget Idősek Otthonába Dombováron, tette hozzá az intézményvezető. A búcsú alkalmával átadták az Alsómo családi Őszi Fény Idősek Otthona online vers és mesemondó verseny díjait is. Összesen 79 év börtönbüntetést kér a Tolna vármegyei főügyészség 16 drogkereskedő ellen. A dílerek Szekszárdon és környékén árultak úgynevezett varázsdohányt. A cigaretta darabját 1000 forintért adták. A vádlottak a kereskedést a lakásokon úgy működtették, mintha az egy a hét mindennapján hosszított nyitvatartással üzemelő bolt lett volna. Minden vásárlót kiszolgáltak, így 18 év alattiakat is, és nem csak készpénzt fogadtak el a cigarettákért, hanem élelmiszerrel, például csokoládéval is lehetett fizetni náluk. A bűnszervezetet irányító vádlott határozta meg, hogy kinek mi a feladata, elsődleges segítője, illetve távollétében, helyettese pedig az élettársa volt. Idén nőtt az utazás tervezők száma egy felmérés szerint. A válaszadók mintegy 60%-a belföldre, csaknem 30%-a külföldre megy, 10%-uk pedig még nem döntött. Háztartásonként átlagosan 338 ezer forintot szánnak erre a célra. A legtöbben autóval jutnak el a környező országokba, jellemzően 4-7 napra olcsó szállásokat keresve, de a hajós utak iránt is nő a kereslet. Míg 2022 nyarán a gazdaságilag aktív korúak 52%-a vett tervbe valamilyen belföldi pihenés nyaralást, addig idén már 57%-uk. A külföldi üdülés tervezők aránya pedig a 2022-es 23%-ról 29%-ra nőtt. Június 17-én szombaton rendezték meg a Perec Kalács Fesztivállal és veterán gépjármű találkozóval egybekötött falunapot Regőiben. A rendezvényre az egész országból érkeztek vendégek. Június 2. szombatján rendezték meg a Perec Kalács Fesztivált és veterán gépjármű találkozót Regőiben. A rendezvényre az egész országból érkeztek az érdeklődők, és a szervezők is színes programokkal készültek minden korosztálynak. Ez a Regői falunapok, Perec Kalács Fesztivál és veterán gépjármű találkozó. A Perec Kalács Fesztivál az később csatlakozott ez a rendezvényhöz, ez egy helyi speciális étel. A veterán találkozó az 21. alkalommal kerül megrendezésre, a falunapi rendezvényünk pedig 25. alkalommal. Az eseményen több helyi csoport is fellépett, de a műsor mellett a piciknek ugrálóvár és más játékok, az idősebbeknek pedig a régi gépjárművek, motorok keltették fel az érdeklődésüket. Helyi kórusaink és a környékbeli kórusok vannak, akik fellépnek általában, illetve különböző néptáncos, most éppen a Laguna néptánccsoport, vagy Laguna csoport érkezik hozzánk rövidesen. A veterán gépjármű találkozón pedig különböző korú motorok, mezőgazdasági gépek és autók vesznek részt.
A Regői Perec Kalács Fesztivál és Veterán Gépjármű találkozóval egybekötött falunap idén is lényeges közönségnek örvendhetett. Csak nem 40 ezer diák utazhat külföldre a 22-23-as tanévben a Határtalanul programnak köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium hétfőn. 4,7 milliárd forintból 1230 iskolás csoport kirándulhat és kirándulhatott az idei tanévben a szomszédos országokba. A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A kezdeményezés keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos államok magyar lakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarság körülményeiről, tradícióiról. Az utazások idén márciusban kezdődtek. Szakadáton június 17-én ünnepelték a németek betelepítésének 300. évfordulóját. A rendezvényre a helyi tájházban került sor, és a kiadós ebéd mellett különböző nemzetiségi csoportok fellépői szórakoztatták az egybegyűlteket. Június 17-én szombaton rendezték meg Szakadáton a német betelepülés 300. évfordulójának ünnepét, és az épület fala egy a történelmi eseménynek emléket állító táblával lett gazdagabb. Ez még mindig egy német ajkú település, és egyre németesebb lesz, hiszen rengeteg család költözött ide Németországba, fiatalok és idősebbek is, és amúgy is egy német ajkú település volt, és nekem ez a szívem legnagyobb bánya, hogy ezt a 300 éves jubileumot megtartsuk, és emlékezzünk őseinkre, akik 300 évvel ezelőtt elkezdték ezt a falut felépíteni a semmibe, hiszen 100 évig lakatlan volt ez a település. A településen a német kultúrának fontos szerepe van, hiszen sok külföldi és német ősökkel rendelkező család lakik itt. A jubileumi programon különböző német nemzetiségi előadásokat tekintett meg a közönség. Nekünk ez a falunapunk, és azért tettük ezt a rendezvényt mára, hiszen tegnap volt Jézus szíve ünnepe a egyházban, és a mi templomunk Jézus szíve temploma, amit őseink 1763-ban fölépítették. A templomunk a Dél-Dunántúl egyik legnagyobb plébánia temploma, és méltóképpen próbálunk őseinkre és a falu őslakosaira emlékezni. A szakadáti 300 éves jubileumi rendezvény megtöltötte a tájház udvarát. A Diósberényi óvisok fellépése és egy díjátadást követően az esemény fénypontjaként felavatták a betelepítés emléktábláját. Regionális híreink következnek. Küzdelem a meddőség ellen, Nemzeti Kutatóközpont nyílt a Pécsi Klinikán. Megszépült a Mandulafa gyermekotthon, 4 fogvatartott vett részt a jóvátételi programban. Horgászati eszközöket csalt ki 36 millió forint értékben, tettért akár 5 év börtönre is ítélhetik. Magyarországon a meddőségi problémával küzdő párok aránya eléri a 15%-ot, azaz mintegy 300 ezeren küzdenek a gyermektelenség nehézségeivel. A sikeres kezeléshez, az asszisztált reprodukciós eljárások hatékonyságának növeléséhez elengedhetetlen az emberi szaporodás területén végzett kutató munka, illetve a technológia fejlesztése. Ennek a szakmai műhelynek lesz a Dél-Dunántúlon fontos bázisa, a Pécsen pénteken átadott Nemzeti Reprodukciós Kutatóközpont a Szülészeti Klinika területén. Átadták a Pécsi Egyetemen a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpontot pénteken. Ezzel párhuzamosan a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika korszerűsítése is megtörtént. Az új épület részben a kutatás mellett a betegellátás területét is bővítették. Tökéletes. Köszönöm. Mondják a ágyunkban. 700 négyzetméterrel bővültünk itt. Új kórtermeink lettek. 14 ágyunk van, gyakorlatilag minden megújult, ami itt lent lehet. A beépült az új módszer, amivel próbáljuk az embriókat védeni, ez az úgynevezett fényvédelem, ez már itt megvalósult ebbe a felújítás során, ez beépült ebbe a rendszerbe. Emellett építettünk fönt a második szinten egy kutatólabort, amelyiket igyekszünk tartalommal megtölteni, amivel javítani szeretnénk az IVF-nek, a Lombik bébinek a sikerességét. Ez a különleges piros fény növeli a laborban a mesterséges megtermékenyítés sikerét. A meddőség sok párt érint hazánkban is, mondta az egészségügyi államtitkár. Egy párról beszélünk, tehát nem helyes az a megközelítés, hogyha
csak a pár hölgy tagját vizsgáljuk, mert a nyugati világban minden hatodik pár küzd meddőségi problémákkal, és férfi-női oldalon egyaránt biztosítanunk kell a megfelelő orvos szakmai hátteret és a megfelelő kivizsgálási protokollokat. Ezeket változtattuk meg az előző időszakban, és ez a mögöttem látható központ már ennek a szellemében készült, tehát férfi és női oldalon is a legmagasabb színvonalú kivizsgálást és ellátást is tudja biztosítani. Az egész megyére, az egész régióra hatással lesz az egészségügyi fejlesztés, mondta Baranyai önkormányzat elnöke. Ennek a beruházásnak a részeként a kormány támogatásával létrejött egy családbarát szülészet, amely, hát, aki meglátogat, az nyugodtan mondhatja, én is megtekintettem néhány perccel ezelőtt, hogy valóban 21. századi körülmények között az édesanyák elvárásainak megfelelően tudnak ide bejönni szülésre, vagy éppen gondozásra az édesanyák. Éppen ezért a beruházás jelentősége Pécsen messze túlmutat, ez egész Baranya, sőt a térség szempontjából is egy igen jelentős egészségügyi fejlesztés és beruházás volt. Az eszközbeszerzéssel együtt összesen mintegy 2,8 milliárd forint hazai forrásból valósulhatott meg a beruházás. A projektben a reprodukciós központ, a betegellátás és a családbarát szülészeti helyszínek korszerűsítésén kívül a szülészeti klinika régi épületének homlokzata is megújult. Megszépült a pécsi Mandulafa gyermekotthon egyik szintje. Az épület felújítási munkálatokat a Baranyai Büntetés Végrehajtási Intézet 4 fogvatartottja végezte el. A jóvátételi program keretében egyebek mellett falfestésre került sor. Többek között falat festett a Baranyai Gyermekvédelmi Központ Mandulafa gyermekotthonában 4 fogvatartott. A Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet ugyanis idén ismét részt vett a fogvatartottak reintegrációja elnevezésű EFOP programban. Ennek keretében 4 fő felnőtt elítélt végzett épületkarbantartási és felújítási munkálatokat az intézményben. Baranya Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet fogvatartottjai jótékonysági jóvátételi programot hajtottak végre. Ez 2 fő elemből állt, az egyik, hogy csoportos foglalkozás keretei között különböző tárgyakat készítettek, cérnaképeket, illetve origamiból hajtogatott, hát általam megtekintett és hihetetlen fantasztikus, jó strapabíró 3D-s tárgyakat. Ezeknek az átadására fog itt sor kerülni, illetve további jóvátétel volt, hogy egy komplett szintet fogvatartottak, itt a gyermekotthonban kifestettek. A fogvatartottak által készített ajándéktárgyakat is átadták a gyermekotthon részére. A Baranya Vármegyei BV Intézet EFOP rehabilitációs csoportja által készített 3D origami tárgyakat, vázákat és asztali toltartókat használjátok egészséggel. Nagyon szépen köszönjük a gyerekek nevében is, és az intézmény dolgozói nevében is köszönjük szépen. Pécsett egyébként már más alkalmakkor is megvalósult hasonló program. A fogvatartottak egyebek mellett a szabadtéri színpad környékét, a Zöld Folt közösségi kertet és a Csontvári Múzeum alaksorát is rendbe tették az elmúlt évek során. A jóvátételi program nem csak a bűncselekmények elkövetésével okozott kár vagy sérelem szimbolikus jóvátételére irányul, hanem a fogvatartottak az adott élethelyzettel, illetve büntető eljárással okozott kárt, sérelmet igyekeznek szimbolikusan helyreállítani a kisközösségek és a társadalom számára. A szigetvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy horgász nagykereskedőtől 36 millió forint értékben csalt ki eszközöket. A megrendelt árut nem akarta kifizetni a vád szerint. A gyanúsítottat a rendőrök otthonában fogták el, akár 5 év börtönt is kaphat. Egy csalóért mennek a baranyai rendőrök Szigetvárra, ez látható a felvételen. A férfit elfogták, aki horgászati felszereléseket rendelt egy nagykereskedő cégtől, de azokat nem akarta kifizetni a vád szerint. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség, a vádlott több milliós rendelést adott le még 2021-ben. Több mint 36 millió forint értékben rendelt meg horgászati cikkeket, azonban a vételárat nem fizette meg. A férfi korábban egy hajléktalanítás
aláírástalan személy adataival visszaélve hozott létre egy egyéni vállalkozást, majd ezt követően egy németországi székhelyű horgászati nagykereskedelmi cég magyarországi képviselőivel felvette a kapcsolatot. Neki azt állította, hogy ezen egy egyéni vállalkozás keretén belül egy webshopot akar létrehozni, illetőleg egy pécsi kiskereskedelmi áruházat is. A vádlott egy hajléktalan személy adatainak felhasználásával alapított egyéni vállalkozás nevében vette fel a kapcsolatot a céggel. A megbeszélés alapján a hajléktalan személy nevével üzleti partnerként regisztrálta a sértett rendszerében. Majd ezt követően 2021. novemberében több mint 36 millió forint értékben rendelt meg különböző horgászati cikkeket. A nagykereskedő cég ezt le is szállította a vádlott lakására, halasztott fizetéssel, ami azt jelentette, hogy 30 napon belül kellett volna kifizetni a vételárat. A vádlottnak már a szerződés megkötésekor sem állt szándékában, hogy mindezt kifizesse. Amint megérkeztek ezek a termékek, ezeket elkezdte értékesíteni. A vádlott több mint 36 millió forint kárt okozott a sértetnek, melyből a lefoglalással 27 millió forint kár megtérült. A vádlottnak a cselekménye a csalás minősített esetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A férfi még nem volt büntetve. Az ügyészségi indítvány felfüggesztett börtönbüntetésre tesz javaslatot. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb hírei. Pityóka Fesztivál 16 féle krumplis étel készült nagymányokon. Fúvós zenekar, kiállítás, ünneplés, hagyományos búcsú az idősek otthonában Dombóváron. Perec Kalács Fesztivál és veterán gépjármű találkozó. Színes programokkal várták az érdeklődőket Regőjben. 300 éve érkeztek a német telepesek szakadátra, emléktáblát készítettek a jubileumra. Kedden is döntően 30, illetve pár fokkal a fölötti maximum hőmérsékletre készülhetünk sok napsütéssel. Este már helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!